A választásokról dr. Fazekas Sándorról, szegyőség képviselő úrral beszélgettünk. Ön is jött szavazni családjával együtt. Miért tartja fontosnak, hogy sokan elmenjenek ma szavazni? Az egész családunk eljött ma szavazni. Édesapám kezdte legkorábban, és mi is itt vagyunk, és szavaztunk. Fontos ez a választás, és én úgy látom, azt hallottam, hogy a karcagi emberek nem akarnak ázsiai és afrikaiak által lakott utcákat itt a városban, nem akarnak olyan negyedeket, ahol bevándorlók, migránsok élnek, hiszen ez a város a miénk, ez egy magyar város, és ilyennek kell megőriznünk a jövőben is. Ezért is tartottam fontosnak én is, hogy eljöjjek szavazni, és van a választások egy másik tétje is, hiszen a migráció mellett egy fontos kérdés az, hogy lesz-e olyan Európai Egyesült Államok, amelyen belül Magyarország mondjuk egy megyé ennyi méretű, súlyú terület lehet, nem is lenne önálló ország, és nekünk bizony a történelem hosszú évszázadaiból vannak arra tapasztalataink, hogy milyen az, amikor nem önálló Magyarország, milyen érték a függetlenség és a szabadság, ezért is fontos, hogy jöjjünk el a mostani Európai Uniós választásra, és én látom azt, hogy el is jöttek nagyon sokan, hiszen a részvétel, ez a televízióból is látható, lényegesen nagyobb, mint a korábbi alkalmakkor. Köszönjük szépen! Köszönöm.